Novák Katalint jelöli köztársasági elnöknek Orbán Viktor. A miniszterelnök az év utolsó kormányinfóján beszélt erről. Amikor arról kérdezték, összeegyeztethető-e ez Novák pártbeli szerepével, Orbán Áder Jánosra utalt. Példákat érdemes ilyenkor figyelni, mi úgy láttuk, hogy Áder János kiváló elnöke volt Magyarországnak. Márpedig nála beljebb, aligha lehetett volna bárki is a Fideszben. A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány az Omikron elleni vakcina beszerzéséről döntött. Az Omikron nevű variációhoz újfajta vírusölő vagy gátló vakcinára lesz szükségünk, és a Pfizer ki is fejlesztette egy Omikron elleni vakcinát. Végül arra jutottunk, hogy ebből is fogunk rendelni 9,5 millió adagot. Az Euronews azt kérdezte a miniszterelnöktől, hogy a 9,5 millió vakcinát uniós beszerzés keretében kapja-e Magyarország. Úgy kell elképzelni, hogy volt egy vakcina beszerzési program az Unióban. Abban mi részt vettünk. Majd kiderült, hogy a gyerekek számára külön vakcina kell. Akkor abban is részt vettünk. Akkor az Unió megkérdezte, hogy akarjuk-e meghosszabbítani a részvételünket az első vakcina beszerzési programban. Mire azt mondtuk, hogy nem, mert van elegendő vakcinánk. Tehát abban nem veszünk részt. Most az Unió egy új ajánlatot tett, ne visszalépjünk a korábbiba, hanem megnyitnak egy újat, egy Omikron vakcinát. Abban akarunk-e részt venni? És arra azt mondtuk, hogy igen. Kínai és orosz oltóanyagot ugyanakkor nem rendel az ország.